Szia, örülök, hogy újra itt vagy! Ez itt a NER lista, a Fidesz ügyleteit, szereplőit bemutató sorozat második része. Ismerjük a mondást: Minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő. Ez a Fideszben sincs másképp, ezért is a mai epizódban a legsikeresebbek mögött feltűnő NER feleségeket veszük gorcsú alá. Az első talán nem is lehet más, mint a propaganda miniszter Rogán Antal ex-felesége, akkori nevén Rogán Gál Cecília Ágnes. Már a gyerekkorát is legendák övezik, miszerint 7 éves korában a kis Gál Cecília leszaladt ebédére a helyi étterembe, ahol éppen egy beszédet tartó férfi volt. Mikor észrevette a kislányt, odalépett hozzá, és megsimogatta a fejét. Ez a férfi Horn volt. Még az is lehet, hogy az egykori politológus hallgató Cecilia, ezzel a történettel kápráztatta el Antit a férjét, amikor is egy állás interjún egymással szembe kerültek. Állítólag itt lángolt fel a szerelem annyira, hogy egy év múlva már össze is házasodtak, és nem is akárhogyan. Az álompár nem máshol, mint a bazilikában mondta ki a gazdagító igent, vagy bocsánat, a boldogító igent, és ugye tudjuk, hogy a pénz nem boldogít, tehát akkor ez most nem is tudom már, hogy, hogy folytassuk innen. Úgy látszik, ma lesz pár közhely. De végül is erről szól az egész videó. A Bazilikában megjelent Apraja Nagyja, mármint a Narancsárga Brigád Apraja Nagyja, felvonult a teljes sajtó, és még az akkor teljesen ismeretlen Habonyárpád is jelen volt. Kiszúrhatjuk őt a videón is akár. Közel egy évtizeden keresztül előszeretettel szerepeltek a bulvár sajtóban ők, mint egy pár, majd Rogán és felesége egy jó időre eltűnt a nyilvánosság elől. Ez 2016-ban a botrány után történt, talán emlékszel rá a jó tudja milyen pénzből, de Rogán Antal és Cecília helikopterrel érkezett egy esküvőre, majd onnan egy luxus mercedes utaztak a helyszínre, és hát ha ez nem lenne elég, legelőször még mindezt le is tagadták. Mint hogyha egyáltalán nem történt volna a helikopterezés. Majd miután kiderült, hogy ez megtörtént, hát jól bezárták a lapot, ami ezt megírta, úgy hívták, hogy népszabadság. Nem sokkal később, 2017-ben én magam is megosztottam a Facebook oldalamon, hogy milyen luxusban él a magát paraszgyereknek valló Rogán Antal és felesége csak a feleségén látható óra akkor éppen két és fél millióba került, de hát azóta szinte napi szinten találkozunk a sajtóban különböző ruhadarabjaival, amik milliós értéket képviselnek. Ugyanebben az évben derült ki az is, hogy Rogán Antal bűnöző, ezt éppen egy velem szemben indított perében mondta ki a bíróság, hogy hát bizony tekinthető annak. Ekkor végleg eltűnt a nyilvánosság elől Rogán Antal. Rogán Antal, amikor mégis kijött egy pillanatra a nyilvánosság elé, akkor igazából saját magát szívatta meg, ez így nézett ki. Azon napon mi, ebben az értelemben, semmit nem tagadtunk le. Este minden részletet és minden információt a cégen keresztül nyilvánosságra osztunk. De információt nyilvánosságra osztunk a feleségemmel, az érintett cégen keresztül, és a nyilvánosságra hoztunk az érintett cégen keresztül, a nyilvánosságra hoztunk. Ezek alapján tudták a másnapi cégeket megírni aznap nyilvánosságra osztunk. Hát nem is azt mondtam, hogy legyen neki. Én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy aznap minden információt nyilvánosságra hozta. Na de térjünk vissza Rogán Ceciliára, aki viszont feltűnt egy videóban ugyanekkor, Orbán Viktor március 15 i beszéd előtt Cecília rakta fel a NAFT főnök kokárdáját. Ő úgy tűnik elfelejtette magától felvenni. És ez az év, ez igazán sűrű nekik beindult a fejős tehén. Cecilia és Sarka Kata, a barátnője, megalapították a Nakama and Partners KFT-t. Jó üzletasszonyok, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a cég hihetetlen szárnyalása. Elmondom az éves árbevételeiket csak az első három évre, hát ha más kezdővállalkozók is kedvet kapnak, merészebbek lesznek, és belefognak a régen állított üzletbe. Az első évben 2016-ban 50 millió forintos árbevételt produkáltak, ez már önmagában szép szám. A következő évben sikerült ezt 10 szerezni, ami egy 510 millió forintos bevételt eredményezett, majd a harmadik évben már 1,2 milliárd forintnál jártak. Azt gondolom, hogy ez nevezhető minimum jó kezdésnek, két év alatt húszorozni az árbevételt azért az menő. Vagy ők tehetségesek, vagy a bűnöző segített be, ezt ma nem fogjuk megtudni. Egy biztos, pikpak, sikeres vállalkozók lettek. Olyannyira beindult, és annyira jól vállalkoztak, hogy két évvel később alapítottak még egy céget, Top News Hungary Kft. néven, ami szintén hihetetlenül szárnyalt. Két évvel később, mert az alapítás után két évvel, már ez is hozott 680 millió forintot. Hm. Jó, nem biztos, hogy mindenkinek ugyanígy menne ez, mert azért senkinek gondolja, hogy nem kaptak semmilyen segítséget. Az történt ugyanis, hogy pici két azért, mintha lenne szerepe a férnek mégiscsak, egy-két üzletet azért muszáj megosztanom veled. Az indulása után például Nakama és Partners azonnal befolyt a Magyarország szépe produkcióba, a Mikulás gyárba, és sok-sok százmilliónyi állami támogatást kaptak különböző cégektől, mint az MVM, a Szerencsejáték ZRT, és más cégeket kert igazából Rogán Antal menedzsel. Legalábbis, hogy hova szórják ki a támogatásokat. Szóval Cecilia nem biztos, hogy tisztán önjogon sikeres üzletasszony. Igazából már az, hogy Cecilia üzletasszony, hát ezt nehéz röhögés nélkül elmondani. Nekem sikerült. De most engedjük is el, hogyha akarod, keres rá, nézzegesd a Csillivilli ruhákat és a celebritással együtt járó különböző előnyöket, hát ha kedved kapsz hozzá. Bár nem javaslom. Menjünk is át a következőre. Szerintem az első pár szóból felismerhető lesz, hogy kiről van szó, ha csak annyit mondok, hogy Brüsszel, Orgia, Eresz csatorna. Igen, következik a bukott ex-fideszes Szájer József felesége, konkrétan védőhálója, Handó Tünde. 37 évig álcázta a férje tevékenységét. A Fidesz 2010-es győzelme hozta magával Orbánik új rendszerét a NERT, innentől kezdve pedig szépen apránként pakolták a Fidesz közeli bábokat fontosabbnál fontosabb pozíciókba. Így lett Handó Tünde 2011 végén az újonnan létrehozott Országos Bírói Hivatal elnöke. Tudod, ez a független bíróság legfőbb szerve. A Fidesz kétharmados többséggel szavazta meg Szájer József feleségét, mint független jelöltet. Ha másra nem is gondolnánk, mármint hogy Szájer felesége, vagy valami hasonlóra, Handó Tünde nyilvánosan ismert el, hogy az Orbán család közeli barátja. A kialakított új bírósági rendszerben pedig teljhatalommal ruházták fel Handót. Számtalan feladata volt 8 éves elnöki pályafutása során. Ő nevezhette ki a legfőbb bírókat, vagy éppen általában a bírókat, vagy ő rúghatta ki őket. Megtehette, és meg is tette. Áthelyezett ügyeket, a Fidesznek fontos témákban fontos ügyeket az Orbán számára megfelelő bírósághoz rakta. Ő nevezte ki az embert, lehet, hogy még végzettség se kellett hozzá, lehet, hogy a teljes bírói tanács ellenére, de kinevezte, majd hozzárendelte a kritikus ügyeket. Így működik ma a bíróság Fidesz módra és a pozíciója egy klasszikus, bebetonozott fideszes pozíció. Ahhoz, hogy Handó tündét el lehessen mozdítani posztjáról, az országgyűlésnek kellene megszavaznia. Indítvány két intézmény tehet erre, az egyik az Országos Bírói Tanács, a másik pedig a köztársasági elnök. A mindenkori szilveszteri mosolybajnok ezt természetesen sosem fogja megtenni, tehát valójában egy ilyen van, ez az OBT, az Országos Bírói Tanács. Ez az egyetlen szerv, ami felé kötelezettsége van a Handó Tündének egyébként is. Ezen teendőket pedig hát nem annyira szereti elvégezni, javarészt egyáltalán nem foglalkozik vele. Emiatt az OBT már korábban indítványozta a Handó leváltását. És akkor jön a Fideszes kétharmad, leszavazták Gondolj erre, amikor a bíróságok függetlenségéről hallott beszélni mondjuk Orbán valamelyik papagáját. Handó tehát a Fidesz jóvoltából folytathatta tevékenységét, vagyis további hű szolgálatát Orbán felé. Nem, nem feléd. Ő Orbán szolgálja, nem a bíróság függetlenségét. Így történhetett meg az is, hogy kineveztek Gulyás Gergely bátyját a Székesfehérvári Törvényszék bírájának, miközben az Országos Bírói Tanács elutasította a pályázatát. Tehát valójában Gulyás Géza elbukta, Handó Tünde vissza a bíróságnak. De ilyen az is, amikor 2019-től az Országos Bírói Hivatal épületeinek biztonsági szolgálatát az S-System Service Kft-re bízta, évi 1,3 milliárd forintért. Ez a cég, az S-System Service Pintér Sándor belügyminiszterhez köthető. A hatalmának köszönhető az is, hogy megúszta, amikor az általa a Budapest környéki törvényszék élére kinevezett Gerbert Tamás egy zárt külügyűrésre hívta a Fidesz hű bírósági vezetőket. Már az önmagában milyen, hogy Fidesz hű bírósági vezetők. Itt egy 51 bíró nevéből és adó számából álló listát osztott ki. S a listán szereplők pedig mind Handó Tünde ellenlábasai voltak. Ha az árt körül meetingre nem derül fény, akkor bizony azt gondolhatjuk, erről szóltak a plegykák, hogy az 51 bírót nagy valószínűség szerint elmozdították volna posztjukról. Így még egy ideig megmaradtak, de ez csak annak volt köszönhető, hogy kiszivárgott a terv. A Handó korszakról kutatást is végzett egyébként az Amnesty International, és ebben megállapítják, hogy a vezetők kiválasztásánál a handó felé tanúsított lojalitás lett a fő szempont. Egészen szédítő karrierévekről is lehet olvasni benne. Volt, aki ezt mesélt el. Pénteken a vezető még egy kisebb törvényszéken vezetett egy értekezletet, aztán szombaton beosztották az OBH-ra, majd vasárnap az OBH-ban dolgozott, ez volt az ő munkanapja, végül hétfőn reggel áttették egy másik, nagyobb törvényszékre, és még aznap kinevezték a törvényszék ilére elnöknek. Így működik Handó bírósága. A bírósági vezetők kiválasztásáról pedig ezt mondta az egyik megkérdezett, ugyanebben a tanulmányban. Úgy lettek szocializálva, hogy ne legyenek önálló gondolataik, ötleteik, döntéseik, még a legapróbb dolgokban is az OBH instrukciójára várnak. Tehát Handó kézzel irányítja a bíróságokat, ha éppen teheti. Handó abban vállalt szerepet a nervben, hogy felszámolja a bírói függetlenséget. És ezt teljesíti. Lassan ideje lenne a férje után csúszni azon az ereszen, és eltűnne a nyilvánosságból. Mindannyian nincsen ránk jobban. El is engedem a kezét, térjünk át a következő Ner A következő név így hangzik: Szijjártó Nagy Szilvia. A következő helyzetünk a magyar külügyminiszter Szijjártó Péter felesége. Nagy Szilviáról igazából nem sok mindent lehet tudni. Nem egy igazi bulvár személyiség, bár néha megjelenik, és nem is a hatalmáról ismert de természetesen azért ő is kiveszi a részét a buliból. 2019-ben létrehozta az Interior Design Kft-t. Klasszik, ner feleség cég, azonnal szárnyalni kezdett, rögtön az alapítástól. Az optemből kiderül, hogy már az alapítás évében 230 millió forint volt a nettó árbevétele, 2020-ban egy kicsit belehúztak, és így sikerült már 1,3 milliárdot termelniük. A fő tevékenység divat és forma tervezés. Hogy pontosan milyen megbízásokból hozták össze az rejtély. nehéz lehet őket megtalálni minden esetre, mert még honlapjuk sincs. De hát végül is Szijártó felesége, úgyhogy bárki megtalálhatja. Nyilván ő finanszírozta a családi jachtozást és napi 10 millió forintért, így legalább tudjuk, hogy miből. Pedig miket beszélt akkoriban a nagy főnök? Az embernek egyszer egy látnia kell a tenger, de most mégis inkább az legyen a jelszó, hogy több Balaton, kevesebb Adria. De azért, ha egy kicsit visszamegyünk az időben, találunk néhány érdekességet vele kapcsolatban is. Szijjártó Nagy a 2017-ben létrehozta a Varáshíd Rentál kft amin keresztül megvásároltak egy ingatlanos telket, potom 125 millió forintért. Ebben még állítólag Szijjártó apuka maga is belesegített akkoriban. Az ingatlant kiadták a Kincsem Sziget Kft-nek, amiben azóta Nagy Szilvia már a Fegyvelőbizottság tagja lett. A két cég egy-egy magánóvodát működtet Dunakeszin, ahol egyébként laknak. Jó, drága magánóvodák, őszintén értékelem, hogy legalább gyerekekkel foglalkozik, de ide bizony csak tehetősebb szülők járhatják a gyerekeiket, hiszen a menzával együtt havi 140 ezer forint a díja. Szerintem többet tenne értünk NERF-feleségként, hogyha hatna a férjére, hogy az hason a főnökére, hogy építsenek állami óvodákat, ahova bármelyikünk járathatja a gyerekét. De komolyan becsülendő egyébként, hogy autista gyerekekkel is foglalkozik. Az együtt az Autistákért Alapítvány elkötelezett támogatója az autizmussal élő gyermekeknek. Ne egy olyan alapítványt képzel el, ami a kormányzat által támadott civil szervezeti kategória. Nyugi, nerfeleség szervezi, nem átkos civil, ő jó civil. Olyannyira, hogy a te évi 130 milliárd forinttal kitömött MTV egész napos gyűjtőkampányt szervez nekik. Az ügy jó, a támogatás dől, miközben az egészségügy például a férje tevékenység okán fillérekből tengődik. De nekik dől a pénz. Ha ismersz civil szervezetet, talán értékelette is. Én nagyon jól éreztem magam itt egész nap, és nagyon jó volt azt látni, hogy így karácsony közelettével az emberek mégiscsak összefognak, és pici kis összegekkel tudnak segíteni nekünk. Szerintem mostara végösszeget is közölhetünk, ha jól látom 184 millió, közel 185 millió forintot sikerült a közmédia jónak lenni jó, jótékonysági műsorával összegyűjteni. Csak hogy képben legyél, az Autisták Országos Szövetsége a tavalyi évben összesen 170 millió forintból gazdálkodik. Egy nerfeleség kitalál magának egy alapítványt, oda meg dől a pénz. Mert ne gondold, hogy csak a köztévé segíti őket. A moltól az összes nagyobb zenei fesztiválon át a tv az ATV, a jól ismert MediaWorks, mind-mind-mind ezt az alapítványt gondolta támogatni. Az autizmus valóban egy olyan probléma, amivel kell foglalkozni. Az egy picit ront talán a képen, hogy az Autisták Országos Szövetsége fontosnak tartja kiemelni a honlapján, hogy nincs köze szijártó feleségének szervezetéhez. Kicsit olyannak tűnik a helyzet, mint amikor az érintettek nem kérnek az ilyen típusú segítségből. Azt üzenik ezzel, hogy kicsit többet árt, mint használ az ügynek. Szilvia. Egy biztos, egy nerfeleség, akit magára hagyott a férje, amíg Gyugyák Balázsal bulikázik. Hát ne hibáztassuk, ha el akarja foglalni magát. De nézzük a következőt, aki szintén ilyen figyelj, gyógyítanak a képeim. Odafentről kaptam az indítatást. egyszer álmomban láttam egy képet, és aztán a valóságban meg is festettem. Hát gratulálok. Ez az idézet volt olvasható felcsúti hírlap egyik számában. És ki szereti ennyire az álmokat? Akik már ismernek, tudják, hogy mennyire fontosnak tartom az álmokat, amelyeket a, neket a szívetek és a lelketek ö, Ben benne van. ex -mészáros Kelemen Beatrix Csilla. De 2021-től már a gázszerelő előtag kikerült a nevéből. Beatrix és Lőrinc 1986-ban házasodtak össze, ekkor még szerényen éldegéltek gázszerelő férjével felcsuton. Majd közel 25 évvel később jött a NER. 2010-ben Mészáros Lőrinc nevén még csak egy darab cég volt, 2020-ban viszont közel 300. Ez bizony szép teljesítmény, még a Mészáros házas is. Ahogy teltek múltak az egyre boldogabb és boldogabb és még gazdagabb évek, úgy tűnt fel Kelemen Beatrix egyre több és több családi cégben is. Na de mit tudhatunk még róla azon kívül, hogy néhány cégen szerepelt a neve? Nézzük. Például, amikor 2016-ban a Mészáros család tulajdonába került az EkoTV, Beatrix lett a vezérigazgatója, és nem tétlenkedett, hanem bizony komoly elgondolásai voltak a csatorna értékrendjével kapcsolatban. Az értékrend értékrendteremtés az kultúránknak és a hagyományainknak a megőrzését tartjuk nagyon fontos. És megosztotta a nagy vízióját is. Olyan témákat keresünk és mutassunk meg, ami érdekli az embereket. 2018-ban pedig átvehette az érték és minőség nagydíjat is a parlamentben. 45 másik kizárólag kormányközeli pályázóval együtt. Majd pár hónappal később, amikor bedőlt az ECO Kelemen Beatrix 2019-ben megalapította a Media Vivantis ZRT-t. Ugyanakkor került az Ozon és a Live TV élére. Azóta is ontják magukból az értéket és a minőséget. Ezért vagyunk hálásak Beatrixnak. Ez csak azért lényeges, mert Mészárosék 2021 év elején elváltak, és ezzel együtt Beatrix neve eltűnt az összes cégből, kivéve ezt. Az pedig egy másik kérdés, hogy Mészáros Lőrinc pénztárcáját vajon mennyire terhelhette meg a vállás, már Orbán Viktort vajon megterhelte -e? Pontos összeget nem tudni, Mészáros nem zuhant mély depresszióba, a G7 pedig kiszámolta, hogy körülbelül mekkora lehetett a zsákmány. Beatrix szinte minden cégben ott volt, ilyen volt például az Opus, a Mészáros építői Holding és a Talantis Group, a v és nem is sorolom. És akkor most meghúzom a képzeletbeli félkarú rablót, hangot kérek mert hogy az alsó hangon 150 milliárd forint, amivel ő elvileg elsétálhatott. Feltételezve, hogy a férje valójában rendelkezik ezzel a pénzzel. És egész véletlenül nem Orbán Viktor személyes trómanja. Na de hát ilyet józan ember nem feltételez. Azóta persze minden megváltozott, Lőrincnek lett Andrea, mert most nem is foglalkozom külön, Bea pedig megtérhetett az álmok igaz ismerőjéhez, Gyorsi baráthoz. Bízunk benne, hogy ott jobb sorsa lesz neki is. Sok sikert kívánok nektek, és kitartást a következő évre is. Hát, biztos ő is csalódott, de ezt a jó kívánságot azért még tartsuk meg magunknak, és tekintsük egyfajta ellenzéki mentalitásnak. Úgyhogy sok sikert a következő évre, drága ellenzék. És akkor lássuk a következőt, a number one -t. Van úgy, hogy agyon tudnám csapni. Hát, szerintem ezzel sokan vagyunk így. Az előző mondat Orbán Viktor feleségétől, lévai Janikótól származik, és bizony a férjéről beszélt. lévai Anikó a tökéletes megtestesítője Magyarország first lady-ének, már ha kizárólag a nerven tudunk gondolkodni. Imád sütni, főzni, tudja hol a helye, még receptkönyvet is kiadott régebben. Sok gyermekes családanya segít és jótékonykodik és még sportolni is szeret. Mielőtt valaki nagyon nagy dologra gondol ebbe a futballakadémiára, ezt, hogy mindenki értse, miről van szó, ez egy olyan szakközépiskola, amiben a futball a szakma. <laughs> Tehát olyan gyerekek fognak kikerülni, akik a futballhoz uh, jól uh, értenek, mint egy, egy szakmához. De azért senkit ne téveszem meg, Léva Janikó régóta alakítja a csodálatosan patyalatiszta háziasszonyt ami bizony Orbán mellett szükséges, mármint az alakítás. Nézzen egy egyszerű házi Oké, okay, ezt így tudjuk, de akkor micsoda még ezen kívül? Például mondhatnánk, hogy nem esett messze a fájától, hiszen megboldogult édesapjához hasonlóan ő is földbirtokos lett. Kicsit ront a kép, hogy az apukájáról, Léva Istvánról 2015-ben kiderült, hogy három pár hármas ügynök volt, nem is akármikor a rákosi rendszerben. Valószínűleg így tarthatta meg a Lévai család a nagy földbirtokát a TSST során. Lévai Janoku már két évtized elkezdett viszont felcsúton bevásárolni a földekből, ez a jó szokás megmaradt, és hát ő maga azóta is megtartotta. Arra pedig soha nem kellett válaszolnia, hogy miből telik rá. Ma már több száz hektár földnek a tulajdonsa. Számos telke van a szülőhelye szólnok környékén, de bizony van felcsúton is bőven sok-sok-sok földdarab. 2012-ben az átlátszó írta meg, hogy 377 hektárt nyert el tulajdonostársával együtt, az Orbán család jó barátjával, Jánossal közösen. Hogy a közös szántóterület egyébként nem máshol található, mint Orbán 60 pusztai birtoka körül, az azért valamit árnyal a képen. Nem tudom, hogy én vagyok-e a rossz, ha arra gondolok, hogy Orbán őt is Trómannak használja, ahogy az összes rokonát és ismerősét. Pár néva jelenkorról utoljára 2005-ben olvashattunk hozzá közvetlenül kapcsolódó botrányt, vagy hát botrányról. Ekkor még ugye a hegyai borbirtok bizniszben utaztak a férjével, a miniszterelnökkel együtt. De a családját ugyanakkor nem tudta kivonni a nagy stróma hálózatból. Úgy lehet, nem is akarta. Már hát neki is van a közeli hozzátartozói, akiknek Orbán bizony osztogat. 2016-ban röpent fel a botrány, miszerint a külügy cég, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Kft. 3,2 milliárd forintot adott egy később, aztán tartozása miatt bedőlt Alma Szájder Kft-nek. Ez a cég Szeghalmi Márk és Ökrös Imre tulajdonában volt. Ökrös Imre Lévai Gizella élettársa, Lévai Gizella pedig Lévai Anikó testvére. A másik tulajdonos Szeghalmi Márk pedig Lévai Gizella gyermeke. A vicces az egészben, hogy végül a cég tartozását egy Mészároshoz köthető cég törlesztette. És ez talán nem is annyira vicces, mert ugye ebből teljesen nyilvánvaló, hogy Mészáros igazából az Orbán család finanszírozója. Ő egy külső pénztárca. De 2017-ben Öklös Imre és Szeghalmi Márk újfent feltűnt a radaron, ez alkalommal pedig Paks 2 körül. Egy évvel az Alma Sider Kft. tartozásos ügye után, mint megbízható üzletemberek, ők lettek a kivitelezői az atomerőművel együtt épülő gesztenyés és lakóparknak. Szerintem szar lehet lekövetni a fér ilyen irányváltásait, valamint azt gondolnám, hogy nem erre készült az ifjú Léva Janikó, amikor a liberális Orbánba beleszeretett. Orbán Viktor egyszer el is ütött egy viccet ezzel kapcsolatban, ami nekem egyébként nagyon valósnak tűnik. 30 éves házasság évfordulónkon megkérdeztem a feleségemet, hogy ilyenkor szokás, hogy újra megkérjem a kezét, mit szól hozzá. Romantikus pillanat, és azt válaszolta, hogy ne kocskáztas. Én elhiszem, hogy ez tényleg így volt, és azt is elhiszem, hogy Anikó így is gondolná én sem mennék hozzá egy bűnözőhöz, aki emberek millióinak az életét keseríti meg. És szerintem ő sem tudta, hogy ehhez ment hozzá. Szerintem jobb életre készült. Ezért talán nem lehet véletlen, hogy őt nem nagyon látni 60 pusztán, ő a Cinege úton lakik, tehát igazából elvált már Orbántól, csak ezt mi még nem tudjuk. Majd akkor fogjuk megtudni, amikor Orbán csúszik le egy ereszen valamiért, és éppen rohanunk utána, majd akkor fogjuk megtudni, hogy Léva Janikó valójában egy nerfelesége, hogy a régi polgári fideszes nő ideál, aki azzal szolgálja ki rendszert, hogy nem árulja el őket. Papíron feleség, de nem tudjuk, hogy melyik pletyka igaz, mi a valóság. Együtt élnek, avagy nem. Lehet, hogy ez csak egy kacsa. Kacsa táncot jár a kacsa, kacsa, csa, csa, csa. Há, há, há sárva, kacsa láb. Ma idáig jutottam a nelv feleségekkel, hát nyilván lenne még bőven kikről beszélni, ha csak ilyeneket mondok, hogy Andi, Timi, meg már hát azért lehetne mit elővenni. Úgyhogy kérlek, hogyha neked van plusz ötleted, akiről még érdemes lenne beszélni, hát oszd meg velem egy hozzászólásban, kommentben, szerintem vissza fogunk még erre Ha eszedő tehát bárki további, írj. De pláne írj, hogyha segítenél, akár ilyen videók elkészítésében, akár a Nerpédiában jelentkezz, bármilyen módon tud segíteni, akár papírmunkával, akár helyszírejárással, bárhogy. Az pedig külön öröm és hála érte, hogyha anyagilag támogatod a tevékenységünket. Most már hát majd mindjárt elmondom egy következő videóban, de nagyot fogunk lépni nem sokára, és erre is bizony pénzre van szükségünk, de ezt majd egy következőben. A lényeg, ha segítenél bármilyen módon, munkával, pénzzel, ötlettel, energiával, tippel, éri bátran, mindent megtalálsz a leírásban, ahol elérsz. Nagyon köszönöm. Jövök vissza.